Nem szóltam a Seres Laci kollégámnak, hogy úgy nyisson rólam majd az egyik kamera, beszél meg, hogy innen a szívemről, a kék szívről, de ezt gyorsan kiraktam, mert ennek a szimbólumnak nagy a jelentősége, főleg a mai napon, mondhatom ezt az év minden napján egyébként a jelentőséget kellene bírni, de a mai napon aztán kivált képen, mert április másodika az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen az autizmus világnapjára vagy világnapjára emlékezünk meg ezen a napon. Jó reggelt. Mennyire jó, hogy kékben vagy egyébként? Véletlen, igen, kékben igen, vagy. Igen. De ez véletlen egybeesés, hogy ráadásul az egész cuccom kék, mert ugye az autistáknak ugye a színvilágából ugye kék a szimbolikus színe. Jó reggelt kívánunk vendégeinknek. Jó reggelt. Kupcsó Balázsnak, az Együtt az Autistákért Alapítvány stratégiai és operatív vezetője és Fekete G. Viktor autista művész, érdekvédő aktivista. Jó reggelt kívánunk. Reggelt. Jó reggelt. Először téged kérdeznélek, főleg ugye ezen a napon, hogy kellően odafigyel a társadalom érzésed szerint, akár az autista művészekre, az autista civil emberekre, akik ebben a spektrumban élik az életüket. Lehet, hogy nem engem kéne erről megkérdezni. Mert? Ez csak érzékeled, lehetséges, nem? Lehetséges, hogy én egy kicsit más oldalról nézem, és egy kicsit elfogult vagyok. Én azt érzem, hogy nagyon sokan érdeklődnek, kíváncsiak és nyitottak. Én alapvetően pozitívan állok hozzá ehhez a dologhoz, tehát én azt mondom, hogy érdemes csinálni, nem szabad feladni, de úgy érzem, hogy nagyon sok a sztereotípia, ami ellen küzdeni kell. Mint például az autizmussal kapcsolatos sztereotípiák között mondjuk a szemkontaktus, a kommunikációs probléma. Pont erről beszéltünk Balázsra, hogy rám sokszor mondják azt, hogy jól kommunikálok. Nem. Nekem jó a beszédképességem és az előadó képességem. A kommunikációs képességem, ami megnyilvánul mondjuk egy kötetlenebb beszélgetésnél, nem egy ilyen beszélgetésnél, ahol tudom a témát, ott nekem problémáim vannak. Nem tűnik úgy egyébként most, hogy ezt mondod, egyáltalán. Igen, ezt sokszor szoktam. Szerinted a sztereotípiák honnan jönnek? A filmek hozták ezt, vagy keveset tudunk az autizmusról? Én nagyon filozofikusan mondanám azt, hogy próbáljuk az űrt betölteni, és ezért minél egyszerűbb dolgokat, magyarázatokat keresni. Egy nem ide tartozó, de nagyon jó példa az, hogyha 5 embert egymás mellé állítok, különböző neműek, bőrszínűek, magasságok, és azt mondom, hogy szerinted melyik a kosárlabdázó, akkor valószínű, hogy egy bizonyos emberre mutatná rá, míg igazából ma már bárki lehet akár világhírű kosárlabdázó. Az autizmus ugyanilyen. Ha azt mondom, hogy nem beszél, ha azt mondom, hogy furcsán tikkel a kezével, ha azt mondom, hogy nem tartja a szemkontaktust, olyan könnyű megnyugtatni magunkat, hogy ennyi az autizmus. Ez pont nem az autizmus, például azt kell, hogy mondjam, hogy a diagnosztikai kritériumok között ezek egyike sem szerepel. Mi az autizmus? Az autizmus, én mint autista azt mondom, és így fogalmazom meg, egy máshogy bekötött agy, ami annyit jelent, hogy képesek vagyunk ugyanarra, csak másképp. Nekünk más a tanulási módszerünk, és ez az, amire a társadalom nincs felkészülve, és ezt nem rossz indulatból is bántásként mondom, hanem pont azért, mert könnyű lenne rá felkészülni egy kis odafigyeléssel. Mi történik, Balázs, ezen a napon az alapítványotok közreműködésével? Nagyon köszönjük. Sok mindent csinálunk, és próbáljuk felhívni a figyelmet az autizmusra. Ugye mi amellett, hogy különböző fontos célokra gyűjtünk, most például az első autista mintázat szeretnénk létrehozni, és május végén, június elején is készül szerencsére mi pár éves gyűjtésünk eredménye. Közben mi nekünk az egyik legfontosabb feladatunk az edukálás. Azt gondoljuk, hogy szeretnénk érzékenyíteni a társadalmat, hogy minél többen beszélnek az autizmusról, ne legyen probléma az autizmusról beszélni, és hogy megmutassuk azt, hogy az autisták ugyanolyan emberek, mint mi, csak mindegyikünk másképp különleges. Uh-huh. Ez a legfontosabb feladatunk. Néha ezekre a dolgokra kicsit ilyen figyelemfelkedés szempontjából nem könnyű akciókat csinálni, ezért mi például mai napra terveztünk egy hashtag én is kék vagyok kampányt, hogy azt kérjük az embereket, hogy vegyenek fel magukra bármilyen kéket, tényleg bármit. Robi, nagyon jól öltöztél fel ehhez. És tegyék ki a social media felületekre hashtag én is kék vagyok, ezzel is mutatva a szolidaritásukat. De például a mai napon elég sok épület lesz kivilágítva kékre. A mi alapítványunknak köszönhetően és egyéb alapítványunknak köszönhetően Budapesten és vidéken is sok épület lesz kék.
de nagyon sokan mellénk álltak április hónapban. Például nagyon érdekes, hogy az egyik nagy budapesti burgerező cég kijött egy kék bucis burgerrel. Az a burgernek a neve, hogy Együtt Burger, teljesen normális színezőanyagban van megcsinálva a buci, és hihetetlen finom, és minden kék burger adásából április hónapban az alapítványunk kap 500 forint támogatást. Az Outtalent programunknak, ami egy új tehetséggondozó program, és a célja az, hogy az autizmus élőket 6-tól 30 éves korig segítsük, ahol látunk egy tehetséget, és elindítsuk az útján, mind anyagilag, mind pedig integráljuk abba a közegbe, ahol ő szeretne kibontakozódni. Társadalmi érzékenyítés változott megítélésetek szerint az elmúlt években Magyarországon? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy tényleg furcsa ezt kimondani, de divat is lett az érzékenyítés. És ennek köszönhetően azt gondolom, hogy egyre többet tudnak az emberek erről az összes ilyen jellegű témában. De mi azt látjuk, hogy mi 2017-ben kezdtünk el foglalkozni az autizmussal, akkor amikor elkezdtük, utána néztünk, és azt láttuk, hogy a társadalom szinte semmit nem tud az autizmusról. Azt most meg azt látjuk egyre többet szerencsére. No, Balázs, Viktor, köszönjük, hogy itt voltatok. Legyen minél több ilyen divat, ez egy jó divat, mert ugye azt mondod, hogy divat lett egy kicsit az érzékenyítés. Köszönjük nektek. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen.